kikiáltási ára 112 millió. November 16-án kezdődtek a földárverések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ősszel 176 földrészletet hirdettek meg, amiből 151 el is kelt. Ez azt jelenti, hogy több mint 80%-a a birtokoknak gazdára talált. Országosan eddig 11 ezer vásárló 180 ezer hektárt vett meg. Bitay Márton földművelésügyi államtitkár azt mondta, a kormány a családi gazdaságok arányát szeretné növelni a korábbi 50%-ról 80%-ra. Mi 2010-ben volt az államnak 600 bérleti szerződése, most van több mint 8000. Tehát az vitán felül áll, hogy sokkal több embernek, ebből kifőleg, mivel egy méretű országunk van, sokkal kisebb birtoktestekben adtunk több embernek termőföldet. És most őnekik lehetőségük van, meg bárkinek, aki megfelel a földforgalmi törvénynek és elmegy egy árverésre, még újabb földeket, de már nem bérletben, hanem tulajdonban adni. Azért, mert a jó Isten most egy ilyen feladattal zavarta össze az életemet, emiatt én nekem másként kéne gondolkodnom. Borbán Zoltán, a Kaposvári Egyetem kancellárja azt mondta, paraszti családból származik, és a mai napig így gondolkodik. Ő írta az Idők jelei című kiadványban a mezőgazdasággal foglalkozó részt, amelyben számos a falusi életmód népszerűsítését célzó kérdés felvetett. Hogyan lehet rábírni a megváltozott körülmények között a fiataljainkat, hogy igenis maradjanak helyben, igenis próbáljanak életet tervezni helyben, igenis próbáljanak meg családot alapítani, minél tisztább, minél egyszerűbb, minél inkább a mindenható számára kedves életet fogalmazni meg maguknak. A mezőgazdaság csak az egyik téma a 16-ból, amivel a konferenciákon foglalkoznak. A szerda esti program főszervezője azt mondta, a nyíregyháziak kérték, hogy ezekről legyen szó. Itt ez a kérés született, hogy az agrárium és a hátrányos helyzet, tehát a felzárkóztatás legyen az a téma, ami igazán az embereket esetleg érdekli. Nyilván minden téma érdekli, de valamit ki kell választani, mert 16 témát nem lehet előadni. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületének és a professzorok Batthyány körének konferenciasorozata más városokban folytatódik. Többek között nemzetpolitikáról, migrációról és oktatásról is szó lesz.